Folytatást, kedves nézőink, a jövő héten még a megszokott időben láthatják. Pénteken reggel 9 órakor a 83. rész címe a nagyvállalkozás. Este pedig 20 óra 40 perckor ugyanennek a résznek az ismétlését. Az ezt követő héten azonban már majd változnak a kezdési időpontok az olyan. És azt hiszem, hogy még nagyon sokak számára is az lesz. Segelvárva felfedezte az Olvész Plusz, egy új intézetéket szállítva. Az Olvész Plusz lányok fej kettős védelmet is nyújtanak, az egyik, hogy rögzítik a fejjelneműhöz a betétet, másrészt pedig tiszta marad a fejjelnemű. Az Olvész Plusz egyedülálló tölcsér alapú pólusokkal kialakított rávívható réteggel rendelkezik. Az Olvész Plusz télei szárnyat vannak. Ezek körbe fogják a fejjelneműt és megbízhatóan rögzítik a betétet. A pórusok bevezetik a nedvességet, vissza pedig szinte semmit sem eresztenek. Így a betét tisztább és szárazabb marad, a szélei is. Tisztábbnak, vidámabbnak, felszabadultabbnak éreztem magam. Új Olvész Plusz. Tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés. Te próbáld ki és megszereted, az Olvész Plusz önmagáért beszél. Csodálatos. A Procter & Gamble terméke. Oroszlán? Volt. Sokan drágán fizettek merészségként. Ön csak az előleget fizeti, amely a vételár 35-60%-a, és már viheti is álmai oroszlányát. A Rare gyönyörűtő zsóit mostantól részletre is megveheti. A futamidő 2 év. A kamat pedig évi 12-15%. Rare. A Rare minden tud az oroszlán. Mindennapok különlegesen finom kávéja az Edusoktól. Az egyetlen hazai márka, amelyet a legfinomabb arabika kávéból szemenként válogattunk. Csak a legfrissebb, egyforma színű szemek kerülhetnek az ön kávéjába. Gála, a szeme mindent elárul. A VS Teresok ismét valami újat kínál önnek, a VS Sziszán gőzölőt. Mindenkinek van otthon vasalója. A vasalóval néha lehetnek problémák, de a VS Sziszán gőzölővel soha. Ez ugyanis nem vasaló, ez egy csoda. A VS Sziszán gőzölő a gőznyomásától szállja ki. Nézzék meg, milyen hihetetlen dolgokra képes. Vasalódeszka nélkül? A szoknya függ, és ismét újnak néz ki. Ez a gyűrötém sem jelent semmiféle problémát a VS Sziszán gőzölő számára. A válpán lévő begombolt ingel is játszva boldogul. A gyakrűszetteren lévő kibugorodás varázsütésre eltűnik. Egyforma hőmérséklet minden anyaghoz. Még a léggömb is sértetlen marad. Könnyen kisimítja a bársonyt és a sejmet is a színéről. Fodrok és bolondújjak, ez pontosan az, amit a VS Sziszán gőzölő tökéletesen tud. A gőz mindent egyedül végez. A drapériát, sötétítő tükröny közvetlenül az ablakon csinítja ki ezeket. A felszereléshez tartozik egy tisztító toldalé. Egyszerűen felhelyezi, és a mát megtisztítja az összes fejecskétől, hajtól és szeméttől. A VS Sziszán gőzölőre mindig és mindenütt szüksége van. A VS Sziszán gőzölő francia csúcstermék, amelyet a VS cégnél utánvételre 1990 forintért megrendelhet. A kecs elpusztítja a legyeket és a szúnyogokat. Valahogy így. Ilyen hatásosan. Ilyen gyorsan. Kecs. Egy se menekül. Kecs. Biztos hatás. Anya is vagyok, és gyermekorvos, és Tamás a harmadik kisbabánk. Az Ultra Pampers jelentős változást hozott. Tamás bőre tényleg sokkal szárazabb, mint a textil pelenkát használnánk. Munkám során gyakran keresnek meg a mamák a pelenkával fedett bőrterület problémáival. Sok esetben a textil pelenka is bűnös. Az első két gyermekemnél nem használhattam Ultra Pampers, a textil pelenkával nagyon sok gondunk volt, nagyon hamar átnedvesedett, és néha még éjszaka is ágyat húztunk, szerencsére Tamásnál ez nem fordul elő.
egyenlő mennyiségű víztől a textilpelenk a nedves lett. Az Ultra Pampers viszont jó száraz maradt, mert különleges ultramagja a nedvességet magába zár, ezért az nem érintkezik tovább a baba bőrével. Hála az Ultra Pampersnek, szárazabb a babának a bőre. Tamás a medvitvepiség Ultra Pampers fog használni. Új Ultra Pampers, most még erősebb medszívó képességgel. A Procter & Gamble terméke. Megjelent a családi lap júliusi számban. A tartalom jó. A polgár család. Nem kell mindig hamburger. Hol csellengenek gyermekeink? Egészségünk és a csillagunk. A regény mellékletben szerelem minden ügyesség. Olvassa el a júliusi családi lapban. Kedves nézőink, a külpolitikai főszerkesztőség világpolitikai magazinja a Panoráma következik. Szaniszló Ferenc a műsorvezető. Szerintem a legfontosabb az lenne, hogy a szerbek hagyják abba a lövöldözést. Jó estét kívánok! Két hete már szóltunk arról, milyen örömmel és megnyugvással fogadta az izraeliek többsége és a világ a szélsőséges nacionalista izraeli kormány bukását. Egy korszak remélhetően véget ért. Az új kormány első lépése, hogy leállította a zsidó települések létesítését a megszállt palesztin területeken, amit az amerikai kormány már több mint fél éve követel. A Rabin vezette új kormány történelmi lehetőséget kapott. Kérdés, tud-e élni ezzel? Egyáltalán milyen Izraelt akar a zsidó állam lakossága? Ennek álltak utána munkatársaim. A hegylábainál megújuló városka Názáret. Az Izraelben élő 800 000-es lélekszámú palesztin kisebbség.